Korábban a jelentős forgalmú 38-as számú főúton kellett tekerniük azoknak, akik biciklivel akartak eljutni Nyíregyházáról Tokajba. A napokban átadott tiszanagyfalui kerékpárút szakasszal összesen már 7,5 kilométernyi biztonságos út áll a biciklizők rendelkezésére, a teljes összeköttetéshez még 22 kilométernyi útszakasz hiányzik. A kerékpárút projekt Tiszanagyfalu községi önkormányzata ez év szeptember 1-én pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretében meghirdetett külteri kerékpárút fejlesztési projektre. A minisztérium ezt a pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte meg, így 163.165.155 forint összegben nyertünk ezen a pályázaton, amiből 2377 méter kerékpárútat tudtunk létrehozni. A településen azért jelentős az útszakasz megépítése, mert így kerékpárról is biztonságosan megközelíthetők a külterületi zárkertek. Posta György, Tokaj polgármestere elmondta, ha tovább épül a Nyíregyházát Tokajjal összekötő szakasz, az a turizmus szempontjából is jelentős eredményeket hozhat minden érintett település számára. Úgy ítéljük meg, hogy Tokaj és Nyíregyházát turisztikailag ki tudja egészíteni az adottság, ami Nyíregyházán van, meg az nincs meg Tokajban, ami Tokajban van, meg az nincs meg Nyíregyházán, és egy kerékpáros közlekedéssel ezeket az adottságokat össze lehet kötni, és jobban ki lehet használni azt a turisztikai előnyöket, amelyeket a két város tud most jelen pillanatban képviselni. Úgyhogy rettenten örülök annak, hogy a miniszterelnök úr ezt fontosnak érezte, hogy ez a kerékpárút megépüljön. Orbán Viktor miniszterelnök Nyíregyházán tett novemberi látogatása alkalmával bejelentette, jövő év december 15-ig teljes hosszában megépül a Nyíregyházát és Tokajt összekötő kerékpárút.